beszélgessünk arról, hogy mindenki másnak, vagy legalábbis nem önmagát adja a netes oldalakon, ami szerintem ostobaság, mert se perc alatt kideríthető, hogy ki is az illető valójában, csak jó ember ismerőnek. Elég őr, mint gondol. Tehát a valós lényét. Mert dühösen az ember elfelejt színészkedni. Na persze, nem mindegy, hogy kivel hogy beszéltek. Mindenki ez a saját értelmi szintjén kell szólni. Egy vadbarombot például nem anyázhatok le. Legalábbis nem ütőtávolságon belül. Volodymyr Zelenszkinek se kellett volna azzal ijeszgetni Vladimir Putyint, hogy belépteti az országát a NATO-ba. Jó. Gondolkodni kellett volna, mielőtt fölbosszantja Putyint. Fölbosszantja? Ráijeszt Putyinra. Ha, úgy megijedt, hogy lassan már földig rombolja Ukrajnát a bérgyilkosaival. Amerika nagy örömére legalább van kiknek eladni a rozsdásuló fegyverarzenájának egy részét. Ez a véleményem. Na, de lehet velem vitatkozni. Jó lenne, ha lennétek itt. Én nem tudok, hogy még nincs 1000 követőm. Tehát úgy látom, csak dumálni tudok. De azért megnézem. Élni tudok ide, vagy nem tudok, vagy mi van itt. Csak TikTokon, meg Instagramon vagyok jó élőben, itt nem. YouTube-on. Na. Élő csevegés lehet, egyes üzem például esetleg nem látszanak. Minden üzem, összecsevegés lehet, minden üzenet látható. Na, hát nálam be van állítva, hogy minden üzenet látható. De mégsem látok. Üdvözlők, ne felel közös irány, betartása további információ. Hát, nincs mit betoltanom, annak. Na, jó vagy már. Na, jó van, úgy látom élőben nem beszéltél, nem megosztom akkor a webes oldalaimon, netes oldalaimon. Hát, ha valamelyik ötöbbe kapcsolódik. Már az már nem élő lesz, vagy nem értem, hogy